Tomi. Szerdán magyar bajnoki döntő első mérkőzés Szeged ellen. Már jó pár meccset játszottunk eddig ellenük a szezonban. Tud még egyáltalán valami újat mutatni egymásnak ez a két csapat? Nyilvánvalóan a két csapat nem jól ismeri egymást. Taktikai elemeket gyakoroltuk, ők is készülnek ránk, de úgy gondolom, hogy mégis egy-egy apróságon múlhat, és itt mégis tudunk újat mutatni, illetve ők is nekünk, úgyhogy nagyon komolyan kell készülni. A tavasz folyamán úgy tűnik, hogy különösen a legfontosabb meccseink alapján, hogy folyamatosan javuló tendenciát mutatunk, egyre jobb és jobb a csapat. Te is így látod ezt, és ha igen, akkor szerinted minek köszönhető? Úgy gondolom, hogy tényleg egyelőre minden ilyen fontos mérkőzést megnyertük, nagyon jó teljesítményekkel, de hát nem szabad elbízni magunkat, hiszen mindig az adott mérkőzés határozza meg, hogy tényleg sikeresek vagyunk, hogy tényleg jó teljesítmény mutatunk. Egymás után most viszonylag közel lesz ez a két mérkőzés, ez a két döntő. Kicsit talán már fel is készülhet a csapat a Final Four-ra, ugye a sorozat terhelés kapcsán. Nem hiszem, hogy a Final Four-t itt bele kéne keverni, az még majd egy hónap múlva lesz. A következő legfontosabb mérkőzések a Szeged ellen történnek. Úgy gondolom, hogy erre kell koncentrálni. Rendben, Tomás, köszi szépen, sok szerencsét szerdán!